Sziasztok! Én Dana vagyok, ez pedig a Mom of Two Boys YouTube csatornája. Ebben a videóban a karácsonyi ajándékokat fogom bemutatni, hogy mit kaptak a gyerekek karácsonyra. Ha érdekel titeket, akkor tartsatok velem. Próbáltam tematikusan csoportosítani. Hát a végén már nem biztos, hogy ez így lesz és fog sikerülni, de az elején legalább megpróbálom. Úgyhogy kezdjük is a könyvekkel. Elég sok könyvet kaptak a fiúk, mert Noel már kinőtt a könyvekből, ezért főleg ő kapott, Bennynek csak egy-kettő való. Ja igen, közben elfelejtettem mondani, tehát a nagyobb fiunkat Noelnek hívják, ő 2 múlt szeptemberben, a kisebbiket pedig Bennynek hívják, Bennett, ő pedig 10 hónapos. Tehát az első könyv a Tölgyerdő meséitől a Cicus főzni tanul. Ez egy olyan könyvsorozat, amelynek a lapjain mindig található egy ilyen kis ablak, amit ki lehet nyitni, ezt nagyon szeretik a gyerekek, de ez vékony lapból van, amit ki lehet nyitni, tehát aki még nem, amelyik gyermek még nem tud szépen lapozni, vagy úgymond durván nyúl a könyvekhez, annak nem ajánlom. Aztán a következő, szintén Julia Donaldson és Axel Scheffler párostól, a Grafaló, illetve a Grafaló kölyök. Nem fogok minden könyvet és minden játékot egyesével bemutatni, ugyanis készülök majd olyan videókkal, ahol tematikusan fogok ajánlani korosztályonként játékokat. Ezért most tényleg csak átfutjuk, hogy milyen ajándékokat, játékokat kaptak a gyerekek. Következő, az Kovács Bence kedvenc könyve. Ezt is inkább ilyen 2-3 éves korosztálynak ajánlom, bár egyébként ennek és az előző kettőnek is, a Grafaló és a Grafaló kölyöknek is kemény lapjai vannak. Tehát a kicsik is tudják nézegetni, de a szövege az egyértelmű nagyobbaknak való, illetve a kicsik még nem tudnak ennyi ilyen hosszú szövegeket végigülni. Meg is mutatok egyet például, tehát a Grafalónak az első oldala ennyi szöveget tartalmaz, hát a kicsit még ezt nem ülik végig. Következő, a Majom mamája, ez is egy nagyon aranyos könyv, szintén Julia Donaldson és Axel Scheffler párosától, viszont ezeket a könyveket már nem lehet keménylapos változatban kapni sajnos. Úgyhogy ez vékony lapos, tehát ezt a kicsinek oda se tudom adni, mert nyilván féltem, hogy elszakítja a könyvet. Úgyhogy érdemes beszereznetek egyébként minél hamarabb ezeket a Julia Donaldson, Axel Scheffler könyveket, mivel nem lehet tudni, hogy például ez a Grafaló és a Kovács Bence, illetve a Grafaló kölyök is, meddig lesz ilyen kemény lapos változatban. Következő könyv... Ber Judit Agócs Íris párostól a Maszat számol, ez is egy nagyon aranyos könyv, viszont ez is puha lapos, tehát vékony lapos. Következő egy Boribon könyv, Boribon a játszótéren, ezt is nagyon szeretik a gyerekek. Aztán nagyon szeretjük a Szkolár kiadót, és attól is a Mit, Miért, Hogyan sorozatot, már több könyv is megvan belőle, úgyhogy most a dinókat kapta meg. Nagyon szereti egyébként ezt nézegetni, és nagyon érdeklik a dinók, úgyhogy ez egy jó választás volt neki. Aztán egyik ismerősünk ajánlotta ezt a 3 éves lettem kedvenc meséink a Pagony szerzőitől című könyvet. Mivel ez egy hosszabb könyv, és ebben tematikusan több mese is megtalálható, itt mutatom, hogy... Ennyi mese megtalálható benne, és meg lehet nézni, hogy melyik mese jön be a gyereketeknek, vagy esetleg nektek, vagy elég nagy-e már a hosszúsághoz, és hiába 3 éves kortól ajánlja, de például van benne, mindjárt mondom, Boribon mese is, Pikpang mese is, Bogyó és Babóca is, Doktor Maszat, tehát szerintem ez simán 2 éves kortól mehet. Úgyhogy szerintem ez is nagyon jó ez a könyv. Illetve tesóméktól kapott még egy ilyen mágnes könyvet, ez is nagyon nagy kedvenc, bár igaz, ez karácsony témakörű, de szerintem be fogok szerezni a jövőben többet ebből, mert nagyon szereti pakolgatni a mágneseket. Ennek az a lényeg, hogy az elejében vannak mágnesek, ki lehet szedni, mutatok például egyet,
és ahogy a történetben lapozunk, úgy leírja, hogy mit kell csinálni. Nem írja le konkrétan, hogy most akkor tegyél oda egy árust, viszont leírja egy mondatba foglalva, és akkor ki kell találnia, hogy mit kell oda tenni. Milyen hűtőmágnest. Aztán ugye visszapakolják ide az elejébe a gyerekek, tehát ezzel tudnak pakolást is tanulni, mert tényleg nem is kell rászólni, visszapakolja magától a könyv elejébe. Na tehát ezek voltak a könyvek. Most jöjjenek az ilyen logikai játékok, fejlesztő játékok, illetve hát ilyen kreatívabb dolgok. Az első, az ez a Logico Primo nevezetű játék. Megmutatom. Tehát ennek az a lényege, hogy ehhez ilyen feladatkártyák vannak, különböző korosztálynak. Ez például a színek és formák nevezetű, 3 éves kortól. Egyébként ez 3, 4 és azt hiszem 5 éves kortól van, mert van egy külön ilyen tábla, táblának nevezik, a nagyobb korosztálynak, de ezek 3, 4, 5 éves kornak való foglalkoztatók. És akkor megmutatok egy-egy gyorsan, tehát kiválasztasz egy ilyen lapot, beleteszed ebbe a keretbe, és akkor van egy feladat, és a megfelelő színű pöttyöt oda kell húzni a megfelelő ilyen kis mélyedésbe. És utána pedig, hogyha kész van, akkor meg is tudja fordítani a lapot, és le tudja magának ellenőrizni, hogy jól oldotta meg. Tehát ezt a későbbiekben egyedül is fogja tudni játszani. Nyilván az én fiam még nem tudja, meg egyébként ugye 3 éves kortól ajánlott, ő pedig 2 múlt szeptemberben, de szerintem ezt is hamarabb el lehet kezdeni, mert minden gyerek más ütemben fejlődik, és például nekünk Noel nagyon szereti az ilyen logikai, fejlesztős feladatokat, és már csináltunk is belőle párat, és ment neki. Jó, nyilván kis segítséggel, meg el kellett többször magyarázni, hogy mit kell csinálni, és miket hova kell húzni, de egyébként a feladatot meg tudta oldani. A következő, ez a képes mozaik beillesztős fejlesztőjáték nevezetű. Ezt sokan pötyi játéknak ismerik. Ugye van egy ilyen tábla, és akkor vannak ilyen kis pöttyök, és azokat kell beszúrni. Ehhez még pluszba a képek is vannak, tehát megvan adva, hogy hova milyen színűt kell beilleszteni, illetve ugye önmagában is lehet a táblát használni, tehát a fantáziáját is szabadon tudja ereszteni. Következő játék. Egy ilyen új festős foglalkoztató füzet. Már oldottunk is meg belőle. Ehhez tartozik egy ilyen festék, egy ilyen paletta. Ebbe kell beletenni az ujját, és akkor utána megvan adva itt felül, hogy hova, milyen színnel kell tennie. Tehát akár a nagyobb gyerekek egyedül is meg tudják csinálni. Nyilván én még a 2 évessel ezt együtt szoktam megcsinálni. És akkor mutatok belőle párat, tehát így néz ki. Egyébként, hogyha valamelyik játék érdekel, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe, hogy melyik játék érdekel, és akkor leírom, hogy hol szereztük be, vagy hol lehet kapni. Aztán kapott még egy ilyen mancsarjátos színezőkönyvet, egy ilyen matricázós, hát ennek nem tudom mi, mozaik kirakó talán a neve, vagy valami ilyesmi, tehát biztos ismeritek, ilyen kis matricákat kell felragasztani a megfelelő színhez, és akkor egy ilyen szép képet kapunk. Kapott egy, nyilván a nagy, tehát általában amit a kicsi kapott, azt közösen használják, viszont vannak olyan játékok, amivel a kicsi nem tud játszani, mert például mindent a szájába vesz, ilyen például a gyurma. De nagyon jó pofa ez a Play-Doh-nak ez az orvosi, fogorvosi gyurma szettje. Tehát, ha majd érdekeltiteket, akkor megmutatom egy későbbi videóban, hogy miket lehet csinálni vele, de tényleg ez is nagyon jó pofa játék. Akkor most következzenek a társas játékok. Mi alapból nagyon sokat társas játékoztunk gyerekkorunkban
szüleinkkel és a testvéremmel. Úgyhogy én még mai napig nagyon szeretünk társasozni, ezért szeretem Noelt is bevonni már úgymond, és neki is vannak már társas játékai, amik ennek a 2-3-4 éves korosztálynak való. És most megkapta ezt a csikis csibét. Na hát erre az van írva, hogy 5 éves kortól, de egyébként ezt nyugodtan megvehetitek hamarabb, mert simán el tud vele játszani. Nekünk volt egyébként régebben egy ilyen kisebb változata, most kéznél van, meg is tudom mutatni, tehát rendeltem egy ilyet. De hát ez elég rossz minőségű, meg pici, és ehhez ilyen pici kardok vannak. Ilyen picik a kardok, úgyhogy ezt hát úgy gondoltam, hogy inkább megrendelem ezt a nagyobb változatot, mindjárt megmutatom. Tehát ebben egy ilyen nagy tojás van, ebből ugrik ki a csibe, egyébként nagyon aranyos, tehát szerintem a gyerekek nagy részének tetszik, és ehhez egy ekkora kard van, tehát sokkal nagyobb a kard is, sokkal könnyebb megfognia, beledugni a lyukba. Ez egy nagyon aranyos kis játék, és simán tud vele játszani a 2 éves gyermek. Kapott egy ilyen munkagépes dominót is. Egyébként ezt nem nagyon próbáltuk még ki. Hát így megnézegette a dominókat, de még nem játszottunk vele. Kapott a habának egy társas játékát. Ez egy, hát nem tudom magyarul amúgy mi a címe, mindegy, egy ilyen sünis játék, de ezt se próbáltuk még ki, csak a férjem összerakta a kis süniket. Ezt megmutatom, mert amúgy nagyon édes. Tehát, itt van a sünike, ilyen pici süni. Ebből van 4 darab, tehát mindenki egy sünivel van. És a süniknek vannak szemüvegeik. Tehát így rá kell tenni a sünire ezt a szemüveget. Így. Na jó, most nem tudom rátenni, de igen, tehát rá kell tenni így a sünire. És ez egy ilyen szín szerinti játék, de ha majd kipróbáltunk, akkor készítek erről is videót. Nagyon aranyos, ezt 3 éves kortól ajánlják, de egyébként tényleg sok játékot, amit 3 éves kortól ajánlanak, azt el lehet kezdeni hamarabb is a gyerekekkel, vagy ki lehet próbálni. Annyi, hogy módosítani kell picit a szabályokat, meg nyilván például nálunk a dobókockás játékoknál csak Noel dob, tehát végig ő dobja, mi megcsináljuk a dolgokat. A következő játék az ez a Sink and Sound. Egyébként ez egy nagyon jó fa játék. Ezt 4 éves kortól ajánlja, de ezzel is tud játszani. Nem tudom, ismeritek-e a majmos társas játékot. Nekem gyerekkorom nagy kedvence volt, és mai napig megvan az a példány, amivel még én játszottam. Úgyhogy azzal szokott Noel játszani, húzgálni így a pálcikákat, és úgy gondoltuk, hogy akkor ez is jó lehet neki. Ebben egy ilyen... milyennek a neve? Homokgyurma. Homokgyurma készlet van. Nagyon jó pofa játék, nyilván itt is módosítani kell picit a szabályokat, de egyébként még felnőttként is élvezhető. Szilveszterkor ki is próbáltuk a szüleimmel. Van 2 játék, ami egy ilyen egyszemélyes játéknak mondanám. Igen, egyszemélyes játéknak nevezném. Az egyik, ez a éjjel és nappal nevezetű játék. Ez... mindjárt mondom. A Smart Games-nek is van egy ilyen játéka, de az jóval drágább, mint ez a verzió. Egyébként ezt a játéknet.hu-ról szereztük be. És itt az a lényeg, hogy van egy kép, és azt ki kell rakni. Van egy egyszerűbb változat, amikor nappal van, akkor sokkal egyszerűbb kirakni, mert látszanak a színek. Viszont éjjel, ugye minden sötét, csak az árnyak látszanak, és a formák is az alapján kell kirakni. Ez is egy nagyon jó pofa játék szerintem. Simán el van vele a kisfiam. A másik, az pedig Noé tárkájás, ez is hasonló. Itt le van írva egy kis füzetkébe, hogy milyen sorrendbe kell rakni a Noé bárkájára az állatokat, illetve Noét. Az elején nyilván egyszerű, mert le van rajzolva, hogy milyen sorrendbe kell, aztán már picit nehezebb, hogy melyiket kell először tenni, melyiket utána, kicsit meg van variálva, és hogy
tényleg hanyadik helyre kell odarakni. Jó, akkor kirakókból amúgy lehet, hogy több félét kapott, de nem tudom, valahogy most csak ezek vannak itt. Na mindegy. Tehát nagyon szeret Noel kirakózni most már, aminek én nagyon örülök, mert én is nagyon szeretek kirakózni egyébként. Úgyhogy kapott ilyen 20 darabos mini kirakókat. Ezek szerintem amúgy nagyon jó pofák, és vannak helyek, ahol nagyon olcsón lehet kapni. Például a Tesco-ba ezek karácsony előtt 350 forint volt darabja. Illetve kapott egy pókemereset, ez pedig ilyen nagy darabokból áll. Ezt még egy kis segítséggel szokta egyébként rakni, hogy az elején adogatom neki, hogy melyiket rakja, de nem mutatom meg, hogy hova. Ezek ilyen nagy darabokból állnak. Úgyhogy nagyon ügyesen meg tudja csinálni. És nagyon jó fejlesztő hatása van. Akkor hát most Legót egyébként nem sokat kaptak, mivel rengeteg Legó van. Bár még ugye ők Legó duplóznak, és keresztelőre kapott a fiam rengeteg duplós csomagot, úgyhogy most Legóból inkább visszafogtuk magunkat, de azért kapott a kicsi egy ilyen fürdős szettet, bár mi nem a fürdőkádba használjuk, de nagyon aranyos kis szett. Illetve, amit a kicsi kapott még, az egy ilyen vonat szett, nagyon cuki, ez a Clementoninak. Baby, Clementoni Baby, vagy Baby Clementoninak ez a vonat szettje, ahol magától tud menni a... Tehát meg kell nyomni itt a vonatot, és akkor magától megy, különböző helyeken forog. Esetleg majd ezt is felveszem egy későbbi videóba. Akkor térjünk át a járművekre, ha már itt a vonatnál tartunk. Ezt a kicsi kapta, de egyébként a nagy, ez körülbelül ennek örült a legjobban. Ez egy kokomelonos busz. Van benne egy JJ figura, meg kell nyomni elől, és zenél nyilván a Wales on the Bust, aki ismeri ezt a számot, vagy ismeri a kokomelont, az ismeri ezt a számot, úgyhogy azt játsza. Gyerekeknél szerintem örök kedvenc. Kaptak egy-egy ilyen autót. Autóból sose elég, akinek fiai vannak, az tudja. A nagy kapott egy brúderes traktort. Szerintem nagyon szuperek amúgy ezek a brúderes játékok. Jó, igaz, hogy elég drágák, meg drágábbak, mint a nyilván az ilyen no-name autók, de szerintem nagyon jó ki vannak dolgozva, és nagyon minőségiek. És szerintem sokáig jók lesznek. Aztán kaptak egy-egy kormányt. Nyilván, ha az egyik kap, akkor a másik csak azzal akar majd játszani, úgyhogy a kicsi egy ilyet kapott, a nagy pedig egy ilyet. Illetve kaptak egy-egy mancsőrjáratos autót, ott van Chase, benne ül. Hát ez igazából semmi extra. Illetve a nagy kapott egy ilyen kilövő pályát. Annyi a lényeg, hogy ide kell tenni az autót, nem tudom már, na, szét is szedtem. Igazából semmi extra, a végére kell tenni az autót, kilőni, és akkor, ha kilőjük az autót, akkor így igazából nem becsukódik ez a krokodil száj, hanem elrepül, tehát szerintem amúgy ennek semmi értelme. Aztán a kicsi kapott még egy ilyen polipot, hát ez amúgy nagyon cuki. Ezt a Pepco-ban lehet kapni, és ha bekapcsoljuk, akkor zenél és forog. És hogyha nem nyúlunk hozzá, akkor ilyen fél-egy percenként elkezd újra forogni és zenélni. Nem tudom, hogy ezt meddig csinálja, de amúgy ez nagyon aranyos, és ez nagyon tetszett a kicsinek. Nyilván a nagy is nézte, de inkább ezt ilyen 6 hónapos kortól másfél éves korig ajánlom. Akkor kapott a pici még egy ilyen szintetizátort, ezen nagyon sokféle zene van, bár ez Magyarországon én nem találkoztam egyébként még vele, úgyhogy nekem egy ismerősöm szerezte be Angliából,
tehát nyilván nem magyar számokat, hanem angolul játsza le a zenéket, de nagyon sokféle lejátszható vele. Aztán a kicsi kapott még egy ilyen dobot is. Ez is zenél, meg forog, meg világít. Illetve nagyon jónak találom még ezeket a Fat Brainstormos játékokat, és ennek a, hát nem tudom mi ez, torony. Tehát ez a torony is nagyon tetszik nekünk. Ennek az a lényege, hogy hát, és nem annyira akarok csörögni egyébként, mert alszanak a gyerekek, de azért megmutatok egyet, mert ez szerintem tényleg nagyon jó pofa. Ezt egyébként az unokahúgomnak vettem, vagy vettük tavaly karácsonyra, és akkor úgy gondoltam, hogy most veszünk egyet a kicsinek is, mert tényleg nagyon jó pofa játék. Tehát így rá kell tenni a tetejére, és akkor így legyen. És ezt még mi is szívesen nézzük egyébként. Jó, hát szerintem nagyjából összeszedtem, hogy miket kaptak karácsonyra. Még majd ide a videó végére bevágom a mozgásos játékokat, mivel azok voltak nekik a... Júj, meg majdnem elfeledkeztem a diavetítőről. Tehát az egyik fő ajándék volt, tesóméktól kapták a diavetítőt, és hát azóta nagyon szeretik, minden nap nézzük a mesét, és a nagy is tényleg lenyugszik estére, tehát mindig felpörgött, mindig szaladgált, alig lehetett átöltöztetni és alvásra bírni. De így tényleg megvan mondva neki, hogy miután átöltözött, akkor diafilmezés van, és akkor tényleg ezt nagyon szereti. Úgyhogy abból már be is szereztünk néhány diafilmet, de nyilván mindig bővítjük. Tényleg ezt mindenkinek ajánlom, mert szerintem nagyon jó. Na és akkor visszatérve, tehát nálunk a nagy ajándékok a mozgásos játékok voltak. Kapott egy AirTrack nevezetű ilyen 3 méteres hát rugalmas szőnyeget a nagy, vagyis hát együtt kapták igazából, de nyilván most még csak a nagy tudja használni, mert ő egyébként imád ugrálni, és egyébként én tornaedző vagyok, szóval ismerem ezeket az eszközöket. És úgy gondoltam, hogy ez nagyon hasznos lehet, és tényleg naponta rengeteget ugrál rajta. Tehát ez volt az egyik nagy ajándék, aztán volt egy varázspalló, nem tudom, azt tudjátok-e, ilyen félkörívszerű, amin lehet így hintázni, mászni, és ugye a hintázásnak nagyon fejlesztő hatású. Illetve kaptak még egy ilyen mászókaszettet is, az egy ilyen szivárvány hintaszerű mászókából áll, illetve egy ilyen pallóból, ahol fel lehet mászni, meg akár le is lehet csúszni rajta. És ez pedig az Aldiból van egyébként. Úgyhogy ezeket majd külön bevágom ide a videó végére. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és ha igen, akkor tartsatok velem, iratkozzatok fel, és akkor fogjátok látni a többi videómat is. Köszönöm, hogy végignéztétek. Sziasztok!